Mai vendégünk Trunk Tamás már 13 évesen Oxfordba járt különféle kurzusokra, ma pedig 19 évesen a Z-generáció szakértője. Két könyvet írt és nemzetközi cégeknek tart előadásokat. Emellett még eredményes síversenyző, Olaszországban jár egyetemre és a sneaker kultúra megszállottja. Az ő nem hétköznapi története következik. Ha 13 évesen ebbe belekezdtem, azért nagyon sok, persze sok intrikával találkoztam, sok kritikus szemmel, sok felnőtt, gyanakvó felnőttel, de azért mindenki megkérdezte tőlem azt, hogy jó, de Tomi, azért te nagyon vigyázz magadra, mert te ki fogsz égni. Sokáig gondolkodtam, hogy eddig miért nem égtem ki, és hogy mit csinálhatok rosszul, hogy nem égtem ki, vagy mikor fogok nagyon kiégni, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy pont az, hogy nem egy dologra fókuszáltam rá magam, ahonnan egyszer csak, hogyha nem jön pozitív visszajelzés, akkor csodálkozva állnék ott, hanem hogyha egy pillanatra egy dologban elakadok, ott van négy másik, ahonnan tudok új inspirációt szerezni. 14 évesen írtak le cégeket, hogy csoda gyerek vagyok. Most ezt nem tudom, hogy így van-e, vagy nem mondom, hogy így lett volna, de az biztos, hogy, hogy különböző. Meg ne haragudjatok már az én járatlanságomért, csak én ebben mindig el vagyok keveredve. Tisztázzuk már azt, hogy mi pontosan a Z-generáció. Az Z-generáció, hogy akkor egy ilyen rögtön fact-check és tárgyilagos válaszsal kezdjek, az tulajdonképpen ugye a 98 és a 2010 között születettek. Tehát ez a, már nem is a legfiatalabb generáció, mert itt vannak az alfák is ugye utánuk, akik még inkább egy másik világba születnek, tehát azt lehet látni, hogy egyre inkább gyorsulnak ezek a generációváltások, sőt, mert generációkon belül annyi különböző szubkultúra és közösség alakul ki ugye a digitalizációnak köszönhetően, hogy azt hát biztos, hogy nem könnyű követni, ez egy nagyon-nagyon gyors folyamat. Tehát azt mondjuk, hogy 98 és 2010 között ez a definíciója az Z-generációnak, azaz egy mostani 12 éves és egy 24 éves is ebbe a generációba van. Mik a jellegzetességei, hisz te szakértője vagy a, most már egyébként nemzetközi szakértője az Z-generációnak, a saját generáció, te 19 vagy, ugye? 19 vagyok, tehát igen. Tehát te pont a közepén vagy ennek a... Te nagyon Z vagy. Nagyon Z. Tehát az hozzá... hogy lehet ezt parametrizálni? Tehát azt hozzátenném, hogy nem azért vagyok Z-generációs szakértő, mert annyira Z-generációs vagyok, hogy pont a közepébe születtem, tehát itt azért többről van szó, hogy én már 13 éves korom óta Oxfordba járok nyári kurzusokra, politika, leadership témákat tanulva, nagyon sok kutatást figyelek, persze közben az én közegem is látom, és sok-sok szubkultúrában vagyok én is mélyen benne. Nehéz lenne ezt a generációt kategorizálni, és akarok egy ilyen generációs szószó lenni, hogy mi ilyenek vagyunk. De az biztosan látható, hogy ugye a digitalizációnak köszönhetően, tehát hogy itt van ez a teljes online világ, és az algoritmusok, amik még ezt felerősítik még jobban, egyre inkább különböző szubkultúrákba, közösségekbe, szénákba sorolódik be ez a generáció, és egész izgalmas érdeklődési körök alakulnak ki, amik azok, amik igazán meg tudják mozgatni a mi emócióinkat. Nagyon öregnek érezni magam, bocsánat, nem tudom milyen generációnak. Öregnek érzem magam, mert rá akarok arra csodálkozni, hogy valaki 13 éves korában Oxfordba járt tanfolyamokra, és különböző nagyon komoly felnőttes témák kezdték el érdekelni. Ez öreges dolog? Nem tudom milyen... Rácsodálkozni? Nem tudom, az, hogy az is egy kicsit öreges dolog volt. Nem, rácsodálkozni öregese. Ja, szerintem abszolút nem. De nem is, én nem tudom, én nem hiszek annyira ezekben a nagy generációs sztereotípiákban. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy sokszor azért ez a generációs különbség, ez nagyon túl van játszva a médiában, hiszen hogy itt ez a sok kutatás, a és valahogy lehet, kell kutatásokkal is vagy kattintást szerezni, és akkor ott egyre erősebb ellentéteket kell valahogy kihozni. Tehát én azért szeretem felhívni arra a figyelmet, akkor is, amikor külföldi partnerekkel dolgozok, külföldi és itthoni cégeknek adok tanácsot, hogy akkor a különbség azért nincs a generációk között, minden generáció rácsodálkozhat. Persze, főleg szerintem az ilyen dolgokban, mint amit te mondtál. Sokszor halljuk például azt, hogy a fiatalok azok a merészek, az idősebb generáció pedig a tapasztaltak és a nyugodtak, akik nem annyira merészek. Most, hogyha megnézzük azt akár, hogy ugye én Ausztriában jártam iskolában, most már Olaszországban vagyok egyetem, filozófiát, politikát és gazdaságot tanulok, de hogyha csak megnézzük azt, hogy például az ilyen ausztriai magyarok csoportokban, mert én azt mindig figyeltem, hogy éppen mennyi vannak a határon Facebookon, mennyi felnőtt magyar ember van, nem az én generációmban, akik fogják magukat és azt mondják, hogy ők most kimennek Ausztriába, nyelvtudás nélkül munkáját keresnek, ezek merész dolgok, ez nem csak egy generációs dolog. Csak nem biztos, hogy úgy mennek ki, mint ahogy mondjuk te neki álltál az életnek 12-13 éves korban, hogy te nagyon tudtad, hogy mi az, ami érdekel, hanem ők adott esetben egy egzisztenciális kényszerből, vagy bármi más miatt arra a lépésre kényszerülnek, hogy elhagyják az országot, és adott esetben olyan munkát végezzenek, ami lehet, hogy nem is a sajátjuk, vagy akár
alantasabb, mint ami egyébként őket megilletné. Tehát, de egy tapasztalattól ellépni, akármennyire egzisztenciális is a kérdés, az mégis azért egy merész dolog. Tehát az mégsem egy egyszerű dolog. Merész dolog, persze. Na jó, gyerekek. A XYZ generáció meg nagyapó. Így ebben a ritmusban legyünk rám is tekintettel, én most tisztán akarok látni. Mert olyan természetesen hangzanak el itt dolgok, tehát én Ausztriába jártam iskolában, most Olaszországra járok egyetemben, 13 évesen Oxfordba jártam tanfolyamon, ez így normális. Egyébként azért hívtunk ide, mert profi síelő vagy, és a tornacipők, meg a sneakereknek. Meg ott vannak a könyveid, amiket írtál. Ezeket akkor át is adnám nektek, tehát akit könyv hoztam. Nagyon szépen, elfogadom. Köszönöm szépen. Én a cipőt kérem. Van, akinek itt van üzleti érzéke, abszolút jó döntés. Miért ennyire? Na várjál, tegyük ezt tisztába. Cipőzzünk egy kicsit. Ki vagy akkor te? Tehát Trunk Tomi vagyok, akkor én is köszöntöm a kedves nézőket. Tulajdonképpen nekem még úgy szintén 13 évesen indult el, mivel én a német YouTube-on nőttem fel, én nagyon korán jól megtanultam németül, egy szuper Magyarországon, egy nagyon szuper német tanárom volt, és én már egy alsóból, amikor kijöttem, tényleg éltem a német nyelvet, úgyhogy én így a német YouTube-on szocializálódtam tulajdonképpen, és ott egy itthonról teljesen idegen, de ott már nagyon kiforrott világ volt, ez az úgynevezett sneakerek világa, tehát ezek az utcai sportcipők, amiknek tulajdonképpen ugye amióta a legendes kosárlabdázó Michael Jordan 85-ben pontosan ezt a modellt először a lábára húzta, azóta ennek egy hatalmas kultúrája alakult ki, amit most az elmúlt 3-4 évben már a Z-generációhoz kötnek nagyon erősen. Mi az, hogy ennek hatalmas kultúrája alakult ki? Magyarázzuk ezt el, aki nem érte. Mi az, hogy a cipőnek kultúrája van? Akkor én elmondom. Most nagyapó bejött és oktat. Van a Z-generációs legkisebb gyermekem, aki 13,5-14 éves. De, cipőt szeretne, stb. Megtaláltuk a boltot, menjünk el oda, Balázs Kicks. Bemegyünk, 3 négyzetméter az egész üzlet egyébként, és ott előttem Z-generációs fiatal emberek vásárolgattak cipőket. Azt kérem, nagyon jó, 170 ezer forint. A fiam, hála jó Istennek, nem bolondult meg, hanem egy normális áru tornacipőt vettünk. Az eladó fiatalember nagyon kedvesen segített, kérdeztem tőle, hogy és mifél koszta legdrágább, mennyibe kerül az? Azt mondja, hát az itt van az üvegvitrin mögött, mondom, és az, hát ugyanilyen tornacipő volt az én szemem, 4,5 millió forint. 4,5 micsoda? 4,5 millió. Ez a gyakorlat. Akkor mi emögött az elmélet? Alapvetően ezek a cipők korlátozott darabszáma, limitált darabszáma jelennek meg. Tehát ezeket nem lehet beszerezni, ugye itt nem kell álszednek lenni. Mennyi tudjuk, a korlátozott darabszáma? Ez nagyon változó. Vagy... néhány tízezertől kezdve van olyan cipő, ami még úgy is korlátozottnak számít, hogy milliós nagyságrendben megy fel a darabszáma. Vannak olyan darabok, az igazi nagy gyűjtői darabok, amik úgynevezett szemplők például, az olyan darabok, amik mintadarabként kikerülnek valamilyen hátsó úton egy gyárból, vagy akár friends and family darabok, amiket csak baráti körnek ad ki az adott tervező, tehát itt ennek sok-sok különböző szintje van. Na most nem kell itt elszennek lenni, persze tudjuk, hogy nem azért limiteltek ezek a cipők, mert elfogyott a cérna a Nike gyárban, hanem valóban itt egy mesterséges pontosan hype-olják. Nem én dobálózok itt az új generáció, szóval nem is csak az áruk miatt, hanem... Persze. Hanem itt egy egész jelenség van, történetek vannak ezek a cipők mögött. Most azért itt azért, amit szerintem nagyon fontos helyre tenni, hogy a kultúra az sokkal több annál, mint most, ami az elmúlt években a média előterébe került. Mert ugye most egy nagyon profitorientált, főleg Magyarországon is egy nagyon profitorientált kép van erről a teljes világ, legyen kis eftes világ van előtérben. Én pont most szervezem, ez most az idei egyik nagy projektem, novemberben hozom Budapestre egy hatalmas dolog, a Sneaker Nest, ez a legnagyobb európai street kulturális találkozó, ami persze cipőkről szól egyrészt, de ez a teljes kultúra, ami hozzátartozik, és amit hozzá? Sokszor feledésbe merül. Beszéljünk itt akár a kosárlabdáról, utcai kosárlabdáról, breakdance-ről, utcai művészetről, még Banksy is ugye ebbe a kategóriába tartozik tulajdonképpen, és még sok-sok másról, tehát mindenféle művészeti ágra, ami ehhez hozzá kapcsolódik, az mind jelen van ezen a Sneaker Nest-en, és ez az, ami valóban ez a kultúra, és én is a YouTube csatornámon most már sok-sok éve mesélek erről, és adok át egyrészt történeteket, másrészt akár kritizálok márkákat. De rajtad például nem egy sneaker van.
Persze, én se csak sneakert hordok. Most mondanám, hogy én sok szempontból, ahogy én külön először könyvet írtam, mielőtt én a YouTube csatornám felé mentem volna. Tehát nekem a klasszikus út az fontosabb volt. És cipőben is ma hasonlóan vagyok. Én sok szempontból kicsit klasszikus, kicsit konzervatív vagyok, de mégis egy kis csavart akartam ma hozni. Ez egy Feeling Pieces Loafer, úgyhogy mondhatni, hogy egy klasszikus cipő, klasszikus forma. Be nem azonosítható nevű cipő van rajtad. Ausztriába tanultál, Olaszországba jársz egyetemre, Angliába, stb. Egyébként profi síelő vagy, tehát van rendes böcsülete szakmád is, abszolút. Sportoló vagy. Ja, Z-generáció szakértő vagy. Velem ellentétben, neked hány órád van egy napban? Hát ez a nehéz kérdés. Szerintem itt mindannyian örülnénk, hogy egy kicsit több lenne van a 24 órában. Hát nem könnyű, az biztos, hogy nem könnyű. Tehát főleg olyan szempontból is, hogy nagyon-nagyon sok különböző területen kell egyszer érvényesülnöm. Főleg úgy, hogy minden területen valamilyen szintű sztereotípiát meg kell törnöm. Pont most az egyetemre olvastam egy nagyon izgalmas könyvet, a Mother of Invention címmel. Pont arról szólt, hogy a társadalmunk beállítottsága hogyan akadályoz meg nagyon sok innovációt, és ez hogy történt a történelemben. Például ilyen volt, hogy több ezer évig tartott, hogy a bőröndökre kerekeket tegyünk. Előbb volt űrmisszió, mint hogy a bőröndöket húztuk volna valójában, mert volt ez a sztereotípia, hogy a férfinek cipelni kell a bőröndöt, akkor férfias, az a maszkulinitás kulcsa. És aztán, amikor ez végre egyszer csak megtört, és rájöttünk, hogy ezt lehet egyszerűen is csinálni, és ugyanúgy megmarad a maszkulinitás, akkor létezett egy hatalmas lépés. Tehát amit akartam mondani, hogy például síelőként is, a síelőknek a képe az az, hogy nem megy neki jól az iskola, nehéz súlyokat emel, és fehér tájak között van egy, nem tudom, a YouTube-osnak az a képe, hogy otthon ül, és a komputerével foglalkozik. Tehát én ebből a sok-sok világból kell összerakjak egy ilyen kis puzzle-t, és sokszor ez időben nem könnyű, és sok áldozattal jár. Most, amikor ebben az egy hétben itthon vagyok, a kondicionális edzőmre, mert ezt nem hallja meg, de hajnali kettő előtt nem nagyon feküdtem le, de amikor verseny van, és kint vagyok Olaszországban, akkor igyekszem 8-9 órakor már villanytoltani, ami nem könnyű. Mi leszel, ha nagy leszel? Hát ez talán a legnehezebb kérdés, mert nem tudnék válaszolni, nem tudnék dönteni ezek közül. Én abban hiszek, és ez a legnagyobb álmom, hogy ez a sok dolog, amit most csinálok, ezt ugyanígy meg tudom tartani, mert bármennyire is ellentétesnek tűnik, valahogy kiegyenlítik egymást, és szimbiózisban vannak. Mindegyikben eredményes vagy. Mert olyat már láttunk, hogy valaki 28 dologgal foglalkozik. És mondaná neki az ember kedvesen, hogy mi lenne, ha egyel próbálkozná, de azt viszont rendesen csináld. Lehet, hogy ez az Z-generáció titka? Kérdezem. Nem mennék itt sztereotipizálni, mert tényleg nagyon-nagyon sok rétű ez a generáció. Az biztos, hogy nagyon sok fiatal van ebben a generációban, Diller Kevin barátom is ült már itt nálatok a kanapén, fantasztikus srác, aki tényleg nagyon szuperül járja az útját, és kompetensek, konzekvensen azt, amit hitelesz, véghez viszi. Szerintem valamilyen szinten az én utam is sajátos, mint mindenki másé, sok dolgot összekombinálni, talán egy kicsikét már a digitális világnak köszönhetően jobban a vérünkben van, mégsem alapvető vagy általános szerintem. Tehát itt nem akarom leáltalánosítani ezt a generációt egyáltalán. Ha ti komolyan veszitek magatokat, akkor ti überokosak tudtok lenni. Mindenben elismélyülsz egyébként? Tehát ez egy dolog, hogy eredményes vagy, de az elmélyülés is megvan. Ez az én saját, van egy ilyen szint, amit azért úgy elvárok magamtól, tehát van egy ilyen belső szabályom tulajdonképpen, ha nincs is papírra vetve, de örülök, hogy ez így is látszik kívülről, mert nem szeretek olyanba belekezdeni, amiben nem mélyülök el, amit nem viszek véghez. Például most van szintén a sívilágában egy nemzetközi startup projektem, amit a szezon íg nagyon jól bekészítettem, de mégsem jutottam el arra a pontra, hogy úgy voltam vele, hogy ezt el akarom rögtön indítani, kivárom a szezon végét, és akkor fekszek újra. Akkor lesz időd? Akkor lesz egy fokkal több idő mindenképp. És miért nem elég csak egy dologgal foglalkozni? Szerintem ez izgalmas, ez a kiteljesedés, ez az, ami új impulzusokat. És talán amit megtapasztaltam, mert sokan kérdezték tőlem, főleg amikor 13 éves neve belekezdtem, azért nagyon sok, persze sok intrikával találkoztam, sok kritikus szemmel, sok felnőtt, gyanakvó felnőttel, de azért mindenki megkérdezte tőlem azt, hogy jó, de Tomi, azért te nagyon vigyázz magadra, mert te ki fogsz égni. És sokáig gondolkodtam, hogy eddig miért nem égtem ki, és hogy mit csinálhatok rosszul, hogy nem égtem ki, vagy mikor fogok nagyon kiégni, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy talán az a kulcs, vagy az, amit magamban úgy érzek, hogy pont az, hogy nem egy dologra fókuszáltam rá magam,
ahonnan egyszer csak, hogyha nem jön pozitív visszajelzés, akkor csodálkozva állnék ott, hanem hogyha egy pillanatra egy dologban elakadok, ott van négy másik, ahonnan tudok új inspirációt szerezni. Akkor 30 évesen hol fogsz tartani? Tehát most 19 éves vagy 30 éves korodra? Én nagyon nagy álmom, a síelés az nagyon jól megy. Idén három csodálatos támogatóm lett, akik velem tartanak, szponzorok, magamnak szervezek mindent, edzéseket, versenyeket, a pályafőnökökkel telefonálok. Nekem van jelenleg szalomban a legjobb világranglista helyezése Magyarországon, a felnőttek között, és nagyon közel vagyok a világkupa limithez, hogy indulhassak világkupa versenyeken. Nekem a célom, hogy a világkupa 30-ban, ami a sínek a legmagasabb szintje, egy nap szalomban bejussak. Emellett ez az út, hogy cégeknek tanácsot adok, itthon, külföldön előadásokat tartok, konferenciákon, ez egy hatalmas kiteljesedés szintén, nagyon jó érzés, hogy ott tudok lenni különböző cégeknél, és úgy, ahogy talán páran a Cserli és a Csoki gyárból elképzelik, hogy beengedik a gyereket és körbenéznek, hogy annál egy magasabb szinten be tudok szólni, nem csak körbenézek, hanem tényleg tudok vitatkozni, tudok hogy jutottál el, másrészt pedig hogy jutottál el odáig, hogy téged 19 évesen komolyan vegyenek ezek a komoly cégek. Sneakeres blognál kezdtem el írni, blogolni, amit megtaláltam, és nagyon akartam. Nekem az volt az álom, hogy a sneakerekkel kapcsolatos világban nemzetközileg valamilyen hatást tudjak gyakorolni. De mit blogoltál? Mondjuk erről új megjelenéseknek, mert ugye ezeknek nagyon érdekes történetek vannak. Tehát itt lehetnék 25 percig is tudnék ennek az Off-White Jordan 1-nek a történetről mesélni. Virgil Abloh, aki ezt tervezte, aki a Louis Vuitton kreatív igazgatója volt, amíg sajnos tragikusan nagyon fiatalon elhalt, meghalt tavaly előtt. De Off-White. Minden esetre Off-White, pontosan. Minden tudsz! Látszik a Z-generációs edukáció. Szóval igen, tehát oké, blogoltam. És aztán pedig, mint blogger, akkor megkerestem át Magyarország vezető média konferenciáját, mert egy nagyon érdekes témának tartottam azt, hogy TEDx. Itt vannak ezek a... Nem, az, hogy nem TEDx volt, az a Media Hungary volt még akkor, vagy a Media Hungary volt, ahol a területem, és azért is azóta is nagyon-nagyon hálásak, hogy azt a lehetőséget kaptam. De mit te írtál nekik, hogy kedves Media Hungary, én vagyok Trunk Tomi, és szeretnék egy előadást tartani. Megkerestem Cserme Jákost, aki aztán itt egy bizalmat szavazott így nekem, és adott egy akkor nagyon rövid 8 perces blokkot a színpadon, de az nekem minden volt, mert egy nagyon érdekes témának tartottam azt, amit a kezemben volt, hiszen itt voltak ezek a márkák, akik egy közösséget tudtak formálni a termékeik körül tulajdonképpen, be tudták vonni a fiatalokat, és nem csak elvenni tudtak tőlük, nem csak eladni tudtak nekik, hanem vissza tudtak adni. Tehát azért sokszor elfelejtjük, amikor azt mondjuk, hogy egy márkaorientált generációról beszélünk, ami nem mindenképp igaz, hogy itt nem csak a fogyasztás lehet márkaorientált, hanem az, amit a márka visszaadod, az a lélektani erő, akár azok az akciók, azok a projektek, erről is még tudnék különbeszélni. Mindenesetre ezt egy érdekes témának tartottam, hogy ők ezt hogy csinálják, miközben ott van nagyon sok más márka, aki hasonló évtizedek óta a piacon van, és nem tudnak hozzászólni sikeresen az égenerációhoz. És honnan volt az önbizalmad ahhoz, hogy te írjál Cserme Jákosnak egy levelet, hogy te elő szeretnél adni a Media Hungary-n? Hát én mindig is iskolában elég jó voltam, tehát hogy 14 évesen írtak le cégeket, hogy csoda gyerek vagyok. Most ezt nem tudom, hogy így van-e, vagy nem mondom, hogy így lett volna, de az biztos, hogy különböző új közegekben akár Ausztriában mentem, akár itthon voltam Magyarországon, akár én iskolában voltam. Nagyon jól tudtam információt behúzni, leülni, írni, megdolgozni, megtenni a munkát, kiállni, elmondani. És volt mindig egy tanárnőm Ausztriában még, aki mindig oda volt minden előadásomnál, amikor prezentációt az iskolában, hogy nekem mesélnem kell valamiről, nekem beszélnem kell valamiről. Így is fogalmazott meg pont az első előadásom után magamban ez a I have a story to tell mondat, ami az első könyvemnek a végében ott is van, hogy van egy történet, amit el akarok mesélni. És akkor talán innen jött meg az, hogy erről szeretnék beszélni, és onnantól pedig egymás után jöttek a megkeresések. Először Magyarország akkor legfiatalabb kreatív ügynökségében dolgoztam, hasonló korúakkal, nem picit idősebbekkel, mennem következő előadásra, és aztán pedig a nagy nemzetközi lépés nekem az a hatalmas lehetőség volt, amikor az iskolám az osztrák iskolám már, amikor a régióban volt egy ilyen tehetségkonferenciájuk, az igazgatónő egyszer csak ott ült még az egésznek a szervezőjével, és egyszer csak kipattant a fejemre az ötlet, hogy hát nekünk is van egy tehetségünk, hát van a Tamás, hogy ő itt van. És akkor egy ilyen ifjúsági keynote speakerként ott voltam azon az eseményen, és előttem beszélt fő keynote speakerként Philip Mader Táner, aki az alapítója a campaigning bürónak, ami hát... Ő úgy lett ismert, mint németül a Kanzlermacher, a kanceller készítő, a volt osztrák kanceller Sebastian Kurznak, ő volt a fő kommunikációs tanácsadó, az ügynökséget csinálta a teljes kampányát. És amikor lement Filip előadása a szünetben, oda mentem hozzá, megláttam azt az egy nagy lehetőséget az életemben, hogy Herr Mader Táner, odaadtam neki a két könyvem,
most fogok beszélni, csak 5 percre kérem az életem lehetősége, hallgasson bele, és előadás közben egyszer csak láttam, hogy ott ugye a függöny kicsit elhúzódik, és így mosolyogva benéz, és ott bologat, felhozta nekem az ő könyvét, kontaktot cseréltünk, és délután jött az SMS, hogy lenne egy ötlete, hogy hogyan dolgozhatnánk együtt, és onnantól az ő Z-generációs tanácsadójuk lettem. A te önbizalmad, azt szerintem az onnan van, hogy nincs benned kétel és saját magaddal kapcsolatban. De szerintem ezen a ponton például, ez nagyon hálás vagyok itt a szüleimnek különben. Tehát ők egy elképesztő olyan... Mondtad előbb, László, hogy milyen érdekes az, hogy mekkora merítési lehetőségünk van. És ez egy nagyon jó dolog akkor, mert sok fiatalnak ez feszélyező, hogy mekkora merítési lehetőség, mert annyi lehetőségünk van, hogy az már sok pillanatban túl sok. És ezért fontos, szerintem sok ponton az, és ezért van a szülőknek és a családi háttérnek egy nagy felelőssége, hogy egy stabil alapot tudjon adni a gyerekeknek, akár csak lélektanilag, akár csak abban, hogy amikor azt mondja, 13 évesen szeretnék egy könyvet írni cipőkről, akkor nem azt mondja, hogy fiam, őrült vagy, dolgozz inkább az iskolában, ugye ez a Kis Hercegben láthatunk hasonló jelenetek szüperi könyvében, hanem hogy ad az ember egy ilyen kis stabilitást, ahogy látom, ez nálad megvan, ennek különös családi életet, tehát túlságosan betekintenék, de talán ez az, amiért az én családomnak nagyon hálás vagyok, hogy nekem mindig megadták ezt a támaszt, hogy nem volt magamban bizonytalanságom. Édesapám Magyarország legjobb tetőit csinálja, lapos tetőszigetelés, nagyon más világban jön, Facebookja se volt tavalyig talán, aztán nagyon akartam mindig nézni, amiket megosztok, úgyhogy ezt neki is lett. Anyukám igazából jogot tanult, jogot végzett, utána pedig reklámszakmában tevékenykedett, utána most pedig már igazából az én hát logisztikai menedzserenként nem nevezni kell, mert az egy gond, hogy az egy dolog, amire a 24 óráról beszélünk, mire elég, az egy dolog, amire nem volt, nincs még időm, és nagyon kellene az a jogosítvány, tehát azt még be kell fejeznem, plusz a másik az, hogy én azért a idő 90%-ában az autóban dolgozom, tehát amikor én a hátul ülök, vagy csak az anyós ülésen ülök, akkor én írom az e-maileket, írom az előadásokat, az még egy nagy időt venne, tehát azért a logisztika velem az nem egy egyszerű kérdés engem hozni. Tomi, rengeteg van a fejedben, és láthatólag a testedben is, ez szűk, ez kevés, tehát fölgyorsítod az időt. Azt akartam kérdezni, hogy mindig ilyen gyorsan beszéltél? Bocs, csak ehhez kapcsolódik. Érdekes, hogy én nem voltam soha egy nagy showman talán, hogyha ezt így nevezhessem. Tehát én nagyon tartalomfókuszált voltam, mindig is imádtam olvasni, sok könyvet is olvastak nekem, szerettem a történeteket, de nem voltam egy... Tehát én mindig a tartalmat az előadás modellé helyeztem. Ez egy kedvenc történetem, amikor óvodában voltam, és volt egy ilyen ovis színjátékunk, akkor az egyik barátom Szarkának volt beöltözve, én voltam oroszlán, mert nem is emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy lett volna egy fél mondat a Szarkának, annyit, hogy rendben, vagy oké, vagy menjünk. És a Szarka azt kihagyta akkor abból a játékból, és ott ült a sok büszke szülő a kamerákkal, fotózva, videózva, könnyek az arcokban, és én ott csak kiléptem, és megállítottam az egészet, hogy állj! Most a Szarka jön. Tehát, hogy ez most így nem jó. És az egészet, mindenki pillanatát felborítottam, de nekem nagyon a tartalom fontos volt a tartalom. Nem a gyors beszéd, csak azért, hogy az mennyire vajon szintén generációs sajátosság, vagy mennyire a tiéd, vagy mennyire akarsz túl sokat mondani. Elkezdtük a beszélgetést, és megkérdezte, hogy mennyire lesz hosszú, mennyit mondhat el. És mondtuk neki, hogy körülbelül 30 perc, azóta mondani, túl rövid idő alatt, vagy az adott idő alatt. És számolja magában a perceket, hogy még mennyit mondhatok. De gyorsabban is gondolkozz, mert az ember gyorsabban gondolkodik, mint ahogy beszéltet, akkor te még ennél is sokkal gyorsabban gondolkodsz, nem? Azt nem tudom, hogy én most máshoz képest. Az életem egy folyamatos pörgés, tehát azért a gondolataim is így hasonlóan működnek. Tehát, hogy van, de hogy mikor van magánéleted? Mikor vagy úgy? Hát mondjuk például a síelés ilyen szempontból egy nagyon jó szociális világ, mert ott elképesztően jó barátokat szereztem a világ minden pontjáról. Ugye, ahogy mondtam, magamnak szervezem a teljes karrierem, ami ritka versenyzők szempontjából, mert legtöbben elhagyatkoznak az edzőjükre, vagy van egy menedzserük, és ő viszi őket. Nálam ilyen szempontból ez teljesen más, itt minden saját kezemben tartok, ezen keresztül nagyon sok jó barátom is lett. Edzőkről beszélve a világ leghíresebb edzőit, G. Birdman felhívhatom, hogy holnap csatlakozhatok-e, és odaenged, és a srácaival is nagyon-nagyon jóba vagyok. Talán ott van magánélet, amit úgy érzek, hogy ott nagyon szociálisan ki tudok teljesedni. Másrészt pedig pont elgondolkodtam egy interjúnál nemrég, hogy mi is a hobbim, megkérdezték tőlem, és sokat agyaltam ezen, és aztán rájöttem, hogyha van egy külön hobbim azon kívül, amit csinálok, vagy ami az időm elveszi, akkor szerintem valamit nem csinálok jól, és szerencsére nincs. Tehát tulajdonképpen a hobbim mindaz, mivel foglalkozok, vagy legalábbis az összes hobbim azzal tudtam formálni, amivel éppen foglalkozok az életemben, úgyhogy szerintem ez egy
pozitív dolog. Egyszerűen lenyűgöző a dinamikád. Miközben letaglóz, tehát beszív. Köszönhető ez talán részben, és nem analizálni akarok annak, hogy a síeléshez profi szinten nagy bátorság kell? Mindenképp. Főleg, hogy én nem voltam alapvetően egy sport szempontból klasszikusan nagyon merész gyerek. Kicsit túl is voltam féltve, amikor pici voltam, de nem is akartam nagyon lecsúszni a csúszdákon, meg olyan nagyon nagyot ugrani, tehát nem volt bennem ez a késztetés meg. Mégis volt egy szenvedélyem a síelés iránt, és a mentális tehetségem az nagyon erős volt, ami ezt ki tudta eleinte egyenlíteni, most pedig már minden más merészséget azt fel tudtam mellé építeni ugyanúgy, de ebből biztos, hogy nagyon sokat tudtam tanulni. Tehát ezért mondom azt, hogy itt a különböző területeim, ezek szimbiózisban vannak és egymást erősítik, mert mindenhonnan tudok egy kicsit tanulni, mindenhonnan tudok egy kicsit meríteni, amit talán tudat alatt észre sem véve, de mégis tudok kamatoztatni a másik területen. Bátor sport, tehát elég, hogyha mondjuk egy Super G-t nézünk, ahol ugye párhuzamos létszer leereszted magad, és bízol a szebb napokban. Én nem ismerem nézni. Én a technikai számokra vagyok specializálódva inkább, tehát a gyors számok, azok jobban érzem, hogy az én tehetségem a technikai számokban, a gyors mozdulatokban, a gyors adaptációban tudom kielni. Irányváltások. De abszolút, így van, pontosan, de abszolút, tehát egy hihetetlen sportról van szó, főleg, hogyha arról vannak ilyen hegyi legendák például, hogy ez egy olyan síel, például, mint Carlo Janka, egy nagy svájci legenda, ő még a mínusz 20 fokos lesik leeson, és azért az egy század másodpercél, amit talán azon a két percen ezzel meg tud magának spórolni, de teljesen mindenfajta aláöltöző nélkül, mert csak a lesiklója és az alsónadrágja volt rajta. Súlyló erő. Ami egészen hihetetlen, mert ugye itt nüanszokról beszélünk, és ez az érdekes, az ellentéttelen a sport életem és a minden másfajta életem között, hogy a sportban ez egy nagyon-nagyon konkrét határokról beszélünk. A győzelem és a veszítés az egy század másodpercen múlhat, de az egy század másodperc ott van. És a többi rész az életemnek pedig nem mindenképp csak a performance-ről szól, a teljesítményről a klasszikus értelmében. Ugye Marabási Albert László hálózatelméletével élnék most itt jelen pillanatban. Ó, persze, nyugodtan. Mert ugye ő volt az, aki arról beszélt, hogy... De ő volt az, aki arról beszélt, ugye, vagy arról írt fontosabban, hogy ez egy nagyon ismert könyv is lett itthon, hogy nem mindenképp csak az a teljesítmény számít, amit leteszel, hanem a valódi siker az, hogy a körülötted lévő közösség és az emberek hogyan fogják fel a te teljesítményed. Tehát, hogy hogyan, mit érzékelnek belőle, és hogyan reagálnak rá. Még egy ellentmondás, egy belső ellentmondást old meg nekem. A nyakadon látszik, minden mozdulatodon, hogy szénné vagy edzve a síelésnek köszönhetően. Enélkül nem megy. Tökéletes izomzat. Ez borzalmasan sok idő. Ez szerintem rengeteg edzőtermi idő. Ez nagyon sok. Mihály Sifrinnel olvastam egy interjút, aki ugye most a női síelésnek a verhetetlen csodája ebben a korban, és kérdezték tőle, hogy mi az, amit igazán szeret csinálni. Azt mondta, hogy két dolgot, síelni és aludni. Na most, te hogy pihensz? A sísportban itt is talán elválik a old school, régi iskola, új generációs gondolkodás, és most éppen egy nagy generációváltás van folyamatban a sívilágban is. Ebben a könyvemben, a Kintsugiban pont Lukács Brátennel van az egyik interjú, Pinheiro valaki, a férfi világban, férfi sívilágban most a legnagyobb sztár, egyrészt a teljesítménye miatt, mert 22 évesen már nagyon sok világkupa futamot nyert meg, hanem a teljes karaktere, a személyisége nagyon más, mint ezek az eddigi síelők, akik csak felkelnek, kimennek a hegyre, lejönnek a pályáról és alszanak. Én hiszek abban nagyon, hogy amellett, hogy persze, ahogy mondtam, van egy kondicionális edzőm, aki NHL jégkorongozókkal dolgozik, és a lehető legprofibb személyiség Zakariás volt, egy elképesztő szakértő. Amellett, hogy persze az ő által előírt regenerációt mindig betartom, megvannak azok a táplálékkiegészítő porok, amik nekem segítenek regenerációban, plusz az alvásnak a mennyisége. Én hiszek abban nagyon, hogy nekem, talán az én személyiség típusomból is kiindulva, mentál coach-sal is dolgozok, ez igenis tud egy löketet adni, egy plusz löketet mindez, amit csinálok.
hogy én ebben hiszek. Tehát akkor most megértettem az én generációt, akkor teljesen egyetem, normál robotok vagytok. Ó, ezért tehát, ezt abszolút így nem mondanám. Körülbelül tehát, igen, mert oké, az egy dolog, hogy nyilván az edzésektől és a sporttól fizikailag elfáradsz, de nem tudom elképzelni, hogy te este 8-kor, amikor azt mondják, hogy este 8-kor aludnod kell, akkor ki tudod kapcsolni az agyadat, és el tudsz aludni. Hát azt sok hogy? Esetben, tehát sok, ahogy mondom, versenyek előtt én ezt tényleg tartom, tehát én azért nagyon... nem mit eszem most magyarul lesz szó, diszciplinált vagyok talán, céltudatos vagyok. Én illetemben úgy, hogy én nagyon sok, ugye nekem jelent meg már Ebzeném is különben aranylemezbet belőle, tehát egy nagy siker volt, jó barátaimat csináltam, nekem a legjobb haverjaim Magyarországon, rapperek, előadók éjszakai életben élnek. Én illetemben nem voltam szórakozó helyen, illetemben egy korty alkoholt nem ittam. Én hiszek abban, hogy ha csak egyetlen egy verseny lesz, akár csak 10 év múlva, ahol egyetlen egy 100 másodpercet fogok azzal nyerni, hogy sose tettem ki ennek a testem, akkor szerintem az ott nem megérte. Tehát, hogy én valamit elhatározok, tehát, akkor ezt igyekszem megcsinálni. Tehát, hogyha eldöntött, hogy te este 8-kor alszol, akkor alszol, pedig nem könnyű. És valamilyen szinten zsilipelni kell, tehát egy ilyen zsilipes gondolkodás kell a fejembe, mert hogyha ott vagyok mondjuk a sípelyen, egy edzésen, és ezt nem versenyről beszélek, de hogyha egy edzésen mondjuk van itt egy fontos projekt, amihez meg kell igenis válaszolnom egy e-mailt a liften, a mínusz fokban levenni a kesztyűm, ami kellemetlen érzés, meg kivesz abból a mindsetből egy pillanatra, azt akkor is meg kell csinálnom, mert nincs más út, mert de nem zökkenthet ki közben. De nem zökkenthet ki, tehát hogy ilyenkor így le kell zárnom azt a pillanatot ott, azt az egy másik pillanatot megélnem, és aztán újra belehelyezni magam abba, ahol előtte voltam. Ez is egy kulcs lehet egyébként, nem? Nem azt mondom, hogy kezdem érteni az E-generációt, de a kapacitásotok, a kapacitásod, az magasan felülmúlja. Szerintem valószínűleg a kezdetektől való edzettségeteknek, amit ugye a digitalizáció az felgyorsít mindent. Persze. Tehát nem tudtál nem gyors lenni. Az mindenképp így van. Azért azt tényleg újra kiemelném, hogy nem vagyok egy két lábon járó Z-generáció megtestesítő, tehát nem vagyok a Z-generáció szószólója, és nem is vagyok egy két lábon járó fókuszcsoport, hogyha egy céggel tárgyalak sem. Hanem itt ez egy nagyon-nagyon sokrétű generáció, és ugyanúgy minden generációban nagyon sokfajta személyiség van, nagyon sok fajta elgondolással, de az biztos, hogy ez a gyorsaság lehetősége, ez sokat adott. Oké, Tomi, ebbe érzelmek beleférnek? Persze. Én nagyon érzelmes vagyok. Én most anélkül, hogy túlságosan ilyen magánbulverbe csúsznánk el, de én nagyon romantikus típus is vagyok a lányokkal, tehát hogy én nagyon érzelmes vagyok, sőt, szerintem ez tele van érzelemmel, szóval az érzelem az, ami hajt. Én érzelem nélkül nem is, lehet, hogy ez is színe kis személyiségtípus kérdés, én érzelem nélkül nem is tudok úgy teljesíteni. Tehát, hogyha ha én csak reggel, mint egy normális síelő felkelnék, kimennék, meginnám a kávém, és egy ilyen steril környezetben csak beállnék a rajtba, jól mennék, de szerintem az egy kis plusz, az az érzelmek keresztül jön. Mert szerintem, mondtad előbb, hogy robot ez az E-generáció, nem, szerintem az érzelmek elképesztően. Oké, okay, hogy csajozik az E-generáció? Hú, na ez egy nehezebb kérdés. Szintén nehéz itt kategorizálni pontosan. Ugye látjuk itt, ami felismerhető trendek vannak, ugye kutatások mutatták azt ki, de ezt nem csak az ismerkedés világára lehet kiterjeszteni, hanem akkor, hogyha most a vállalati világ felé nézzünk, amíg a munkaerőpiacon is hasonlóan van, hogy keres munkát az E-generáció, hogy például nem küzdünk meg nehéz szituációkban egy adott helyzetért, mert ott van a Tinder, ott vannak ezek a lehetőségek, minden csak egy kattintásra van. Tehát sokkal korábban megtörnek kapcsolatok, pontosan azért, mert nincsnek már ráutalva, és a munkaerőpiacon is van egy hasonló helyzet, amikor sokszor nem... Elküldöm a CV-met. Igen, tehát hogy elküldöm, most ez nem tetszik, akkor lehet, hogy gyorsabban váltok, de mégis itt jönnek az érzelmek. És ezért mondom azt, hogy az E-generáció pont, hogy nem robot, hanem elképesztően fontosak az érzelmek, mert például én a Purpose-ről beszélek, az a Kintsugi című könyv is a Purpose-ről szól. Ez az a meghajtó erő, ami ott van minden személyben, és minden márkában is különben, ami egyrészt a saját belső tűz, a belső indítatás, de valamit mégis valami magasztosabbat tesz a közért, a jóért. Na jó, akkor most tinderezel, vagy nem tinderezel? Nem tinderezek, ennél egy kicsit klasszikusabb vagyok, sokszor egyszerűbb lenne, azt gondolom, de választod a nehezebb utat itt is. Így van, pontosan. Nem lehet minden túl könnyű. Hű ember! Mert amióta készülünk, azóta egy dolgot meg akarok kérdezni, mert nézegettem, olvasgattam, nézegettem minden, többek között az Instádat is.
hány cipőd van? Mert te minden fotón másik cipőben vagy. Így van. Sok cipőm van, talán nem egy olyan hihetetlen mennyiség, mint azt sokan gondolnak. Biztos, hogy, hogy a 100 környékén biztos, hogy vagyunk, de nem lehet elrosszom őket. Ó, az nem felejtetted meg. Most már hál' Istenem, de ez egy probléma volt sokáig. Azt mondta 365, mert minden nap egy. Ez egy jó hónap, ez egy jó kihívás lesz jövő évre. Én lehet, hogy alulbecsültem most magam 100-al. Nem lehet elrosszok, ahogy mondtam, én a klasszik eladói üzleti ága nekem a cipők világának sose vonzott annyira, mert nekem az kicsit túl steril. Tehát, hogy én úgy szeretek mondjuk vállalati videót megvalósítani, hogyha abban az én gondolatom, az én lelkem, az én purpose-öm van benne, és azt tudja ezt előrevinni. Lesz is most egy, még nincs jogosultságom arra, hogy a nevet kimondjam, de egy nagyon kiemelkedő magyar sport személyisége lesz egy közös streetwear márkánk, ami indulni fog, ami tényleg, amiben a saját lelkünk van benne mondhatni. Nekem például ez a klasszikus leltározós oldala a cipővilágnak sose volt olyan vonzó. Én persze van olyan cipő, amit én is eladok, mert éppen kinövöm, vagy sokáig ugye ez így volt, de én ezt tényleg szenvedélyből követtem, igyekszek ebből pozitívumokat és olyan motiváló pontokat átadni, amiktől ez nem csak egy fogyasztás, hanem tulajdonképpen jó hatással és pozitív hatással, motiváló hatással tud lenni egy fiatalra, mert igenis, hogyha Jordanekről beszélünk és arról mondjuk, hogy milyen hatással lehet ez a fogyasztói társadalom, vagy márkorientált társadalom egy fiatalra, hogyha most ott van egy srác akár valahol, nem is tudom, vidéken, és ott van egy olyan közegben, ami mondjuk nekem lehet, hogy nem adatott meg azzal, hogy a én szüleim támogató szellemiséget adtak át nekem, és hittek bennem azokban a dolgokban, amiket én csináltam, de lehet, hogy neki nincs meg az a közege, és lehet, hogy neki azt mondják, hogy ő sose lesz kosárlabdázó, és sose fog onnan kitörni, hogy abban az egy pillanatban, ha még csak nem is felveszi azt a Jordan, de megnézi azt az egy videót arról a cipőről, és mondják azt a sztorit, hogy hány pontot benne dobott benne Michael Jordan, és elképzeli, akkor abban a pár percben azt érezheti, hogy ő is lehet Michael Jordan, és ilyen szempontból tudnak a márkák is adni nekünk, és nem csak elvenni. Most egy tanácsadáson voltunk, egy Z-generációs tanácsadáson. Ennél mélyebb, bevallom őszintén, hogy nem ennyire töményen, de én már éppen a gyermekeim okán rá csodálkozom. Aha. A ti generációtokra. Szerintem most van az a generáció, akiktől érdemes tanulni. Jobban tudtok sűríteni, sokkal direktebb módon értek oda az információhoz. De ami a csodálatos, hogy ti ebben már képesek vagytok eligazodni. De ez csodálatos látni, és nagyon örülök neki, hogy vannak ilyen fiatal emberek, akiket érdemes példaként oda tenni, hogy hopp, hát itt akkor lehet profin sportolni, tanulni, dolgozni, előre jutni egyszerre. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettem, és köszönöm a kedves szavakat. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.